Közel 150 történelmi dokumentumból álló kiállítás nyílt a megyei levéltárban. A szakemberek eddig nem ismert forrásokat is felhasználtak annak érdekében, hogy bemutassák, milyen hatással volt a hátországokra az első világháború. A kiállítás az első világháborút, az úgynevezett nagyháborút, annak gazdasági és társadalmi hatásai vonatkozásában vizsgálja, mutatja be a levéltári források felhasználásával. 16 darab molinón van ez az anyag kiállítva, amely itt a levéltárban megtekinthető lesz, viszont a Magyarországos Levéltár munkatársai, dr. Völgyesi Zoltán vezetésével, a főosztályvezető vezetésével elkészítették ennek a kiállításnak a virtuális változatát, ami nyilvánvalóan egy még nagyobb anyagot dolgoz föl, és kínál az érdeklődő közönségnek. Az első világháború nem csak hadtörténeti szempontból jelentős, gazdasági és társadalmi hatásai is voltak. Ez volt az első olyan háború, ahol tömeghadseregek vettek részt. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914 és 1918 között közel 9 millió férfit hívott be katonának, így a 20-as éveiben járóktól kezdve az 50 éves férfiakig mindenkit alkalmazott a hadsereg. Ami legnagyobb változás az az, hogy azáltal, hogy a férfiak tömegesen frontra mennek, ott marad a háttérország férfi munkaerő nélkül. Képzeljük el azt a falut, ahonnan elvitték a férfiakat, és elvitték a lovakat, mert a lovakat is bevonultatják, hiszen kell az igőerő hadseregnek. És ott marad anyuka, gyerekek és az idős nagyszülők lovak nélkül, és szántani kell. Ugye képzeljük el ezt a helyzetet. Persze szakaszosan majd engednek haza katonákat aratáskor mezőgazdasági munkára 1-2 hétre, de a mezőgazdaságban például nagyon nagy termelés visszaesés lesz. 1917-ben már kétharmadára esik vissza a gabonatermelés, 18-ra már a felére esik vissza a gabonatermelés. A visszaesés miatt már a háború utáni első évben bevezették a jegyrendszert. Egy másik társadalmi hatása, hogy nők tömegei kényszerültek munkát vállalni. Először a háború alatt kezdett elnőiesedni a tanítói pálya, de az egyetemi arányok is megváltoztak. 1917-re a budapesti bölcsészhallgatók nagyobb része már nő volt. A megnyitón az is elhangzott, a magyar társadalom keveset foglalkozik az első világháborúval történelmi jelentőségéhez és utóhatásához képest, pedig fontos megismerni a hátországban történteket is. Mindenképpen érdekes kiállítás, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy itt a látogatók láthassák, mert mint a kiállítás címe is mondja, hogy a hátország a nagy háborúban pontosan azt szeretné bemutatni, nem azt, amit általában hallunk a háborúról, nem a csatateret, hanem pontosan azt, hogy mi is történt azokban az országokban, akik részt vettek a háborúban, és hogy zajlottak a hétköznapok, hogy zajlott az élet, és milyen segítséget, illetve milyen problémákat okozott a háború. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt az oldalát is meg kell ismernünk, és ez ebben segít nagyon sokat ez a kiállítás. A vándor kiállítás egy hónapon át látogatható Nyíregyházán, a tárlat virtuális változatát pedig a levéltár honlapján bárki megtekintheti.